A dr. Rehánk László kollégiumban minden évben a főiskolai és egyetemi felvételi vizsgák után tudnak jelentkezni a diákok. Idén a 4 helyre 8-an jelentkeztek. A kollégium ősztől 18 tanulónak ad otthont. A megüresedett helyekre írjuk ki a pályázatot. Idén 2 nagylány és 2 fiatalember fejezte be tanulmányait itt a dr. Rehánk László diákotthonba. Az ő helyükre írtuk ki a pályázatot. A 8 napos pályázati határidőn belül 5 lány jelentkezett és 3 fiú. Idén júliusban a tetőt újították fel. A munkálatok most is folynak, minden szomát bemeszeltek, ősztől pedig új fürdőszoba is a tanulók rendelkezésére áll majd. Nem olyan régen kaptunk a várostól, aki az alapítója a Rehánk László alapítványnak, támogatást a tető rendbehozására és valamennyi belső munkálatra, és sikerült pályázatból pénzt szereznünk még a meszelésre, hogy a szobák rendben legyenek téve, mert néhány éve már nem sikerült kimeszelni. És a Szekeres László alapítványon keresztül a Bethlen Gábor alaptól kaptunk 200 000 forint támogatást. A festékeket egy ott lakó diák szülei jóvoltából kapták. Az egyetemi gyakorlati munkájukat végző hallgatók besegítenek a takarításba. Októbertől egy felújított kollégium várja régi és új lakókat.